ebben az épületben 1975 óta folyik egészségügyi képzés. Azt gondoltuk, hogy több lábon szeretnénk állni, és az egészségügyhöz nagyon közel áll a környezetvédelem. 2000-ben lett lehetőségünk arra, hogy a környezetvédelem és vízgazdálkodás szakot felvegyük, és környezetvédelmi technikusokat képezzünk. 3 évvel ezelőtt volt lehetőségünk arra, hogy az első István technikumtól átvegyük a pedagógia képzést. Olyan szakembereket képzünk, akik azonnal el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Gondolok az ápolókra, gondolok a pedagógiai munkatársakra vagy asszisztensekre. Nyilván kevesebb szakembert igényel a környezetvédelem, de sokrétű ismereteket tanulnak, és nem csak laboratóriumokban, hanem szennyvíztelepeken, irodákban el tudnak helyezkedni. 2 évvel ezelőtt pedig vízügyi technikusi képzést is sikerült indítanunk. Technikum vagyunk, a pedagógia szak kivételével pedagógia szak maradt szakgimnázium, a pedagógia szakon végzők pedagógiai asszisztensek lehetnek, és szakirányban is tovább tanulhatnak, és nem szakirányban is. A jelenleg 9. évfolyamosok technikumba járnak már, ez a technikum 5 éves, 5 év után szerezhetnek érettségit, ez egy nagyon új dolog. 10. évfolyamban ágazati alapvizsgát tesznek, és az ágazati alapvizsga után lehet szakosodni, például, hogy környezetvédelmi technikusok vagy vízügyi technikusok lesznek. Illetve az egészségügyben pedig 12. után is lehet még választani, hogy általános ápolók vagy egészségügyi asszisztensek lesznek. Még azt azért elmondanám, hogy az általános ápoló képzésünk elég tág értelemben vett, hiszen magába foglalja például a csecsemő és gyermekápoló képzést is, ami korábban külön képzésként szerepelt. A 12. évfolyamon előrehozott érettségit tesznek 3 tantárgyból a tanulók technikumban, és 13. évfolyamban pedig szakmai vizsgát fognak tenni, és még plusz 1 tantárgyat. Ez lehet az idegen nyelv akár, vagy amit még választ hozzá. Tehát érettségit 13. évfolyamon kap, ez a lényege, és a szakmai vizsga egyben annak a szakmai tárgynak az emelt szintű érettségét is jelenti. A nappali képzéseink mellett felnőtt képzést folytatunk, és itt is lehetőség van a már említett szakoknak a megszerzésére csak rövidebb idő alatt, és a korábbi tanulmányok beszámításával. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.